Petőfi Sándor több mint 200 magyar településen járt, hellyel közzel meg is szállt, vagy éppen évekig ott tartózkodott, ezt láthattuk az előző térképünkön. Jó lenne végigkövetni a legfontosabb városokat, ahol a legtöbb versét írta, mondjuk Szalkszentmártonban, Pesten. De mi most megelégszünk azokkal a városokkal, amelyek meghívtak, hogy egy-egy Petőfi versről beszéljek. Petőfi több mint 200 városban tartózkodott életében, több mint 80-ban verseket is írt. Most a legnagyobb Petőfi verseket választottam ki, de úgy, hogy Békásmegyertől Marosvásárhelyig hol kértek ezen versek elemzésére. Szépen szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a kicsit meglepő cím, hogy két nemzeti dal, ez azt rejti magában, hogy Petőfi 1848. márciusának elején egy bizonyos történelmi eseményen felbuzdulva és felháborodva megírt egy olyan dalt, amit az egész magyarságnak kívánt mondani, eredeti címén a Mágnásokhoz címmel. Amikor felolvasta Pesten, a hozzá legközelebb álló barátai, Vasvári, Irinyi, Irányi, Jókai, azt kérték, hogy Sándorkám, ezt égesd el! És Sándorkánk elégette. Mert Petőfi nem csak dacos volt, nem csak megvesztegethetetlen volt, mint Robespierre, hanem hát ha a radikálisoknak nem kell, hát akkor az egész országnak hogy adja? Fogta és elégette, csak hogy addig már sokak előtt elmondta ezt a verset, és Egressy Gábor, aki az egyik legjobb barátja volt, a korban a legnagyobb színész, rögtön beírta a színész füzetébe, és emellett még 14 leírása van ennek a versnek. Hát Petőfi ugye azt mondta, hogy hát persze, hogy elégeti a verset, hát holnap majd ír egy ugyanilyen verset, hát mit neki egy vers, elégette. De szerencsére fönnmaradt a vers, nem ilyen címen, hogy a Mágnásokhoz, hanem ha a Petőfi kötetet letesszenek venni, akkor Dicsőséges Nagyurak címmel maradt fenn ez a vers. Petőfi egyik legnagyobb verse. De mivel nem kellett ez a vers március 11-én, és a radikális kör március 19-ére Rákos mezejére már egy népgyűlést hirdetett, úgy gondolta Petőfi, hogy megírja a nemzeti dal, talán a nemzeti dal kell a magyaroknak. Hát a Mágnásokhoz nem kell, pedig az, a Mágnások egy nagyon nagy vers, mindjárt meg fog szólalni színművész előadásában. Aki nem ismeri a verset, azt gondolom, hogy látni fogja és hallani fogja, hogy milyen hatalmas vers, de szeretnék majd többet is elmondani erről a versről, nem csak keletkezés körülményt, hanem magában a versben levő tartalmakról is beszélnék. Na, Petőfi úgy gondolt, hogy ha ez nem kell, hát akkor megírom, hogy rajtra magyar. Hát mi az, hogy rajtra magyar? Hát még föl se tápászkodott a magyar. Jó, hát ha úgy gondoljátok, hogy talpra magyar, hát megírom, hogy talpra magyar, hia az a 13-án megírta a nemzeti dalt, ezt pontosan tudjuk a naplójából, hogy 13-án írta, akkor még senki se látta, hogy 14-én mi történik, hogy jön a hajó Bécsből és a bécsi forradalom hírét hozzák. Azt meg végképp nem látta senki se, hogy 15-én reggel 8-kor a Pilbaxban, tehát 14-én este mindenki mondta a radikálisok között, hogy mind a 20-an ott leszünk, aztán 4-5-en voltak ott, Petőfi beállt, mi hát ennyien vagytok itt, na nem baj, Petőfi fogta ezeket az embereket, először elment az orvosi egyetemre, a műszaki egyetemre, a jogi, 4 egyetemi fakultáson elmondta a nemzeti dalt. A Landerér és Hecken aztán lefoglalták a nyomdát, kinyomtatták, újra elmondta a nemzeti dalt.
Az lehet, hogy, sőt valószínű, hogy a Nemzeti Múzeum előtt nem ő mondta, talán Vasvári mondta a Nemzeti Dal, de akkor is a Nemzeti Dal egy nap leforgása alatt, mert este Egressy még elmondta a Nemzeti Színházban, legalább 6-szor elhangzott. Hát ha nem kell a mágnásokhoz, a Nemzeti Dal olyan átütő sikert aratott, hogy másnap, harmadnap már a románok meg a szlovákok is írtak ilyen címmel, hogy Nemzeti Dal, mert ha a magyaroknak ennyire kell a szabadság, hát nekünk is kell a szabadság. És megírták a maguk Nemzeti Dalát. A Nemzeti Dal talán a költészet történetnek a legnagyobb elismertséget kivívó verse egy nap alatt. Egy nap leforgás. Ilyen nincsen. Hogy egy nap leforgás alatt 6-szor elmondja a szerzője, 2000 példányba kinyomtatják, ebből 1000 példányt szétosztogatnak, többi pénzért lehetett megvenni. Persze később a Magyar Honvédség is rendelt Petőfitől ilyen 25 meg 50 ezer példány számban a Honvéddal, meg a Csatadal, meg a többiekből. Tehát Petőfinek ez a verse átütő erejűvé vált, és hát a mi emlékezetünkben is, ha visszaemlékszünk az életünkre, megtanultuk a himnuszt, megtanultuk a szózatot, és megtanultuk a Nemzeti Dalt. Én 1954-ben Mosonmagyaróváron születtem. Nekem ez a három vers volt a három magyar vers, amit először tudtam fejből, és amit számon is kértek rajtunk általános iskolában már, és aztán a középiskolában is. Kedves hallgatók, miért van nekünk két nemzeti dal? Mi volt az első nemzeti dal? Az első nemzeti dal története a következő. Elmondom önöknek szegről végre, remélem nem fogják unni, mert nagyon izgalmas, érdekes történet. Petőfi feleségével, Szentvei Júliával 1848. március legelején Városlődre ment. Tetszik tudni, merre van Városlőd? Városlőd, nem kis település, Veszprémtől 15 kilométerre, igen. Városlődön dolgozott az öccse Petrovics István, az István öcsémhez. Beteg volt, és úgy gondolta, Petőfi nagyon családszerető ember volt, rendkívüli módon tisztelte a szüleit, édesapját, édesanyját. A magyar költészetben annyi verset az édesanyához, édesapa, hogy senki nem írt, mint Petőfi. Gondolják meg, hogy a Füstbe ment terv, az Egyestém otthon, a Jó öreg kocsmáros, a Vénzászlótartó, a szüleim halálára befejezőleg, vagy 11 néhány nagy apa és anya verse van Petőfinek, de az István öcsémhez is egy csodálatos vers, amiben bizonyságot tesz a szülők iránti szeretetről és tiszteletről. Tehát beteg volt a testvére, elment Városlődre Szendrei Júliával. Meglátogatták az öcsét, ott maradtak néhány napig. Visszafele jövett, Veszprémbe futottak be, és Veszprémbe megnéztek egy színházi előadást. Petőfi énekelni nem nagyon tudott, rossz hangja volt, operába soha nem járt, mondja Jókai, táncolni egy ütemet sem, és mégis ő írta a legnagyobb magyar dalokat. Hát vannak ilyen érdekességek. Veszprémben azonban nem csak színházba ment el Petőfi, hanem akkor hírt kapott arról, hogy Európában egy helyütt kitört a forradalom, de önöknek tudniuk kell, hogy 1848-ban 13 európai nagyvárosban tört ki a forradalom. Tetszik tudni, miért ilyen sok helyen? Mert az előző két év nagyon aszályos volt, nem volt termés. 1847-ben Pesten az utcán feküdtek az emberek és éhen haltak, tehát ilyen állapotok voltak. Nagyon nagyok voltak a vagyoni különbségek, és nagyon erősek voltak az etnikai villongások. Európa 13 helyén kitört a forradalom, de 1848. február 22-e és 24-e között éppen Párizsban tört ki a forradalom. Erre a párizsi forradalom hírére Magyarországon két ember kapta fel a fejét. Az egyik Pozsonyban volt, éppen akkor Kossuth Lajosnak hívták. A másik Veszprémben volt, Petőfi Sándornak hívták.
Mind a kettő várta azt, hogy valami történjék, valami olyan európai dolog, amiben Magyarország is bekapcsolódhat. Kossuth, amikor a párizsi forradalom hírét vette, egy úgynevezett felirati javaslatot terjesztette a pozsonyi országgyűlés elé. Tetszik tudni, hogy az országgyűléseink Pozsonyban voltak, tehát nem Bécsben, nem Pesten, hanem köztes helyen Pozsonyban. És az országgyűlés alsó táblája egyhangulag elfogadta Kossuthnak az indítványait, amiből lett a későbbi 12 pont, amit március 15-ével mi nagyon jól ismerünk, hiszen a nemzeti dal mellett a 12 pontot is a Landerer és Hecken azt ki kellett, hogy nyomtassa. Na most az országgyűlés, mivel két táblás volt, az alsó háznak a javaslatát a felső háznak kellett szentesítenie, a felső házba viszont csupa mágnás meg püspök ült. És Kossuth azt szerette volna, hogy ezt a felirati javaslatot a felső ház is elfogadja, és úgy terjessze Bécsben az uralkodó elé. Csak hogy milyen volt a parlamentarizmus, ugyanolyan gyarló, mint manapság, ha valamit nem akartak elfogadni, egyszerűen obstruáltak. Vagyis azt mondták, hogy a felsőházat vezető István Nádor Bécsbe kellett menni, nem lehet összehívni a felsőházat. Most ennek híre terjedt. Petőfi füléhez nem csak az jutott el, hogy Párizsban kitört a forradalom, hanem Petőfi füléhez az is eljutott, hogy Kossuth küzd a nemzet érdekeiért, de az arisztokratáim nem akarnak vele szóbálni, és nem akarják elfogadni. És Petőfi irtózatos indulatot érzett magában, dicsőséges nagy urak, hát hogy vagytok? Nem viszket úgy egy kicsit a... Hát viszketni nem anyagunk szokott, más testrészeink szoktak viszketni, de olyan velős humorral, iróniával vágja az arcuk, hogy nem viszket, hogy kicsit a nyakatok, új divatú nyakra való készül rá, ha nem cifra, de jó szoros. Érzik, hogy milyen ugrásra kész, milyen tetre kész, milyen felbújtó verset kezd írni Petőfi. Hogy jut Petőfihez? Persze nagyon erős az indulata, mert mondom, az indulat mögött az van, hogy Kossuth a kisnemesség, a polgárság nevében valamit fölterjeszt, a mágnások eliszkolnak, István Ádort elküldik Bécs, hogy ne is kelljen vele foglalkozni, hát ezer évig elnyomtatok bennünket, ezer évig nem tartottatok embernek bennünket. És most, hogy mi szeretnénk szóba állni veletek, egyelőre nincs szó cseh forradalomról, sem másról, hát ki akar forradalmat, mert csak zárójelben jegyzem meg önöknek is jó előre, hogy a magyar 1848-49 azért világ ritkaság, mert a mi forradalmunkban vér nem folyt. De miért forradalom mégis? Azért, mert két erőszakot cselekedetet megcsináltak. Ezt Petőfi beismeri, vér nem folyt Pesten 1848. március 15-én, de két erőszakos dolgot megcsináltuk. Az első, hogy lefoglaltuk a sajtót, és rögtön megmutattuk, hogy mi a szabad sajtó, kinyomtattuk a nemzeti dalt és a 12 pontot. A másik erőszakos dolog pedig az volt, hogy délután fölmentünk Budára, és a helytartó tanácstól kiszabadítottuk Stancsics, vagyis hát Táncsics Mihály. Ez erőszaktétel volt, ez igaz. A forradalom az, amikor erőszaktétel van. De amikor erőszaktétel van, általában vér is folyik. Bécsben három forradalom volt március 13-án, és október 6-án volt a harmadik, és mindegyikbe vér folyt. Mert ugye a császári katonaságot kivezényelték, és a tömegbe lövettek. Ezt Pesten nem merték megcsinálni. Nekünk nagyon nagy szerencsét adott a Jóisten azzal, hogy nálunk nem folyt vér. És nálunk csak azért lett szabadságharc, mert megtámadott bennünket Jelasics a bécsi udvar felbújtására. De tulajdonképpen a mi szabadságharcunk az önvédelem volt. Én amikor megjelentettem az aranykötetemet, az arany évfordulóra, ki nekünk Arany János című kötetet, akkor itt teljes terjedelmében közöltem Arany Jánosnak a Nép barátjában írt cikkét, amelyben azt mondta, hogy mi nem rebellisek vagyunk, mert az osztrák udvar így akar bennünket beállítani, hogy a magyarok a lázadók, a rebellió, mint a Rákóczi szabadság,
Rákóczi nevét 1715 után nem lehetett leírni, mert 1715-ben hoztak egy törvényt, hogy aki leírja vagy beszél Rákócziról, az börtönbe vetik. Mert azt sütötték mindig, ha a magyarok valamit akartak, hogy rebellis magyarok, rebellió. Arany János leírta, hogy nem rebellió, önvédelem. Az önvédelmet még a Biblia is megengedi, még Mózes könyveiben is ott van, ha téged éjszaka megtámad valaki, akkor védekezhetsz. Csak persze éjszaka másképp lehet védekezni, mint hogyha napközben támad meg valaki. Ha éjszaka mondjuk ledöföd a téged megtámadót, soha nem lehetett halálra ítélni a Biblia szerint, de ha napközben leszúrod, pedig látod, hogy nem 10 ember áll mögötte, csak egyedül támadott meg, azért viszont halálra kellett ítélni, mert nem arányos a védekezés a támadással. Zárójelet bezárom, és mondom tovább. Tehát Petőfi, amikor értesül arról, hogy nem akarnak szóba állni se velünk, akkor megírja ezt a hatalmas verset, de mint tetszenek tudni, hogy ha valaki nagy verset ír, először nem a gondolatok kavarognak a költő fejében, hanem a ritmus. A ritmus. És a dicsőséges nagyuraknak mi a ritmusa? Petőfi nagymestere, Vörös Marti Mihály 1842. október 5-én írt egy olyan verset, aminek különleges ritmus ad. 8 szótag egymás mögött, utána csak 3 szótag. Megint 8 szótag, megint 3 szótag. Megint 8 szótag, megint 3 szótag, és ez 4-szer ismétlődik egy strófában. Hallgassák csak! Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi. Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is, mint ég felé az, ami gyöngy, hadd maradjon gyáva földön a göröngy. Vörös Marti Mihálynak az életében a leginkább megkedvelt és elterjesztett verse kezdődik így, ez a Fóti dal. A magyar költészet egyik nagy alkotása a Fóti dal. Ha most arról tartanék előadást, többet mondanék róla, de csak nagyon röviden mondom, tetszenek tudni, hogy Vörös Marti 1835-36-ban a Szózattal a nemzet első költője lett, a Szózat költője, és a Szózat akkor a legnagyobb magyar versnek számított, de Tordi Ferenc irodalomtörténész azt mondta Vörös Martinak, hogy kedves Mihály, a Szózat az túl fenkölt, az túl olyan kicsit a nemesi, olyan nagyon fenkölt vers. Írjon a hétköznapok magyarjainak, a polgároknak is egy ugyanilyen verset, csak ne ilyen magasztos, ilyen fenkölt stílusban, hanem kicsit a joviális, kedélyes stílusban. Úgyis kimennek a Fáy András szőleibe, Fótra, Szüretre, Deák Ferenc, Vörös Marti és a társak. Vörös Martit uncolni kellett, mint később a Véncigánynál is, hónapokig kellett uncolni, de egyszer kijött a tollalról, és 17 verszak jött ki a tollalról. Nagyon nagy vers ez a Fóti dal. Ha este hazatesznek, mert ne tessenek elfelejteni kézbe venni a Fóti dalt, mert hát az interneten csak beütöm, hogy Vörös Marti Mihály Fóti dal, fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi, tőle senki e jogát el nem veszi, törjön is, mint ég felé az, ami gyöngy, hadd maradjon gyáva földön a görög. Egyszerre egyszerű, egyszerre hétköznapi, egyszerre egy kicsit humoros, de egyszerre nagyon súlyos. Gyáva föld. Ugye a földön gyávák az emberek? Mert ha látják is az igazságot, nem képesek küzdeni az érvényesülését? Gyáva föld, meg göröngy. És törjön. Ég felé törjön, ami gyöngy, hát ha értékes ember vagy, akkor fölfelé törsz, nem a gyáva földön, a göröngyök között botorkálsz. 17 ilyen verszak, először ilyen könnyed hangnemben, utána beszél a borról, a szerelemről,
és a Fóti dal háromnegyed részét a hazaszeretet és a hazáért vállal kötelezettség tölti ki. Ez úgy elterjedt, hogy a szózat ennyi volt, a Fóti dal ennyi volt. Ötször többet adtak a Fóti dalért, és mindenki a Fóti dal ritmusába kezdett versetni. Csak Petőfi 1842-44-ben 6 ilyen verset írt, például a Disznótorban, meg egyéb más versek. És amikor Petőfi a felháborodását ki akarta fejezni, akkor ő is egy kicsit humorral kezdte. De a humort, hogy dicsőséges nagy urat, hát, szóval hogy vagytok? A színész jobban ki fogja karikírozni, mindjárt megszólal Petőfi. Ezt a humort, ezt a gúnyt, ezt az irontát hirtelen át fogja váltani abba, hogy azt mondja a főuraknak, hogy ti nem vettetek emberszámba bennünket? Ti állatoknak néztétek a szegény embereket? A parasztot, a jobbágyot állatoknak néztétek? Hát akkor, mint az állat fog végezni veletek, akkor a karmait, mint a vadállat belétek fogja vágni, és a vérrel festi meg az életeteket. És aztán szinte felbújtó harci induló azt mondja, hogy ki a síkra, a kunyhókból milliomok? Hát ne nyomorogjatok ott a szegénységben, és ne tűrjétek el, hogy ennyire már ezer éve vasáskodnak rajtunk az uraim. Kedves hallgatók, meg egy kis rövid zárójel, higgyék el, hogy minden nép életét az urai rontották el. A magyarok életét is. Az uraim kártyázták el Erdélyt, adták el a románoknak, azok betelepítették, ugye a románokat hozták, a pópát, minden, és már a 19. század elején Erdély kezdett románokkal benépesülni, úgyhogy most már hiába a hőzöng a magyar, hogy így Trianon, úgy Trianon, amikor Erdélyben 10% magyar sincsen. Na de ennek előtörténete van, 200 éves előtörténete, és az uraimnak köszönhetik, akik az olcsó munkaerőt be akarták hozni, akik minél kevesebb pénzbe kerüljön, és a rulett asztalnál több pénzüket kártyázták el, mint ahogy azt évtizedekig élhettek volna belőle az emberek. Borzalmas dolog a történelem. Én írtam a történelemről már úgy, hogy a Biblia látja a történelmet, hogy merre halad a történelem, és hogy a Biblia bemutatja, hogy mindig az urak, mindig a hatalomvágy, a pénzszerzés, ez tette tönkre, de Petőfi ezzel rendkívüli módon felindulva azt mondja, hogy most akkor igazságot fogunk osztani. Most neki megyünk az urainknak, ne az uraink vezessenek bennünket újabb és újabb gödrökbe, meg meredébe. Most a nép keljen fel, föltámadott a tenger, a népek tengere, írja majd később, két héttel ezután, hogy ha bár fölül a gálya, de alul a víznek állja, azért a víz az úr. De hogy eljut az ötödik versszakig, 10 versszakot ír, az ötödik versszak után azt mondja, de mégse. Tehát eljut odáig, hogyha bennünket ezer évig elnyomtak az urak, akkor most adjuk vissza ezt a kölcsöt, magyarul bosszuljuk meg ezt a sógonosságot, de a vers közepén megáll, azt mondja, mégse. És ezt mondja, atyafiak. Atyafiak. Hát egy atyának, tehát most behozza a hívő, nem azt mondom, csak egy vallásos, kifejezetten hívő szóhasználatot, terminológiát, és azt mondja, mi legyünk jobbak őnáluk, mi ne vágjunk vissza a rosszra rosszért. A rosszért rosszal ne vágjunk vissza. Atyafiak, Isten után legszentebb a nép neve. Ne mocskoljuk be a nemünket. Bocsássunk meg. Hirtelen fordulat a versben. Én különben nem értem, hogy a barátai miért kérték, hogy égesse a verset. Azt sem értem, hogy miért égett el. Hát ha a vers csak 5 versszakból állna, még megérteném. Na de a versben van egy hirtelen fordulat, hogy visszaadhatnánk ezt a sógonosságot, és kérem, nézzenek önmagukba, hogyha önökkel valami nagy gonoszságot csináltak,
Az emberi természet először nem azt mondja, hogy a fene egye meg, vagy hogy merészelte, vagy visszaadom. Az emberi természet a bosszúállás természete. De ha egy kicsit lehigadunk, és az értelemre, főleg meg ha hitre hallgatunk, akkor azért belátjuk azt az igazságot, hogy a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. A rosszat nem lehet a rosszal legyőzni. A gonoszt is jóval győzd meg. Ez a keresztény alap. És Petőfi erre siklik rá. Azt mondja, hogy bocsássunk meg nekik, ne adjuk vissza, ne legyen vérfürdő. És jön akkor egy következő gesztus, hogy nyújtsunk kezet nekik. Kedves hallgatók, a magyar irodalom történetnek 150 év kellett, hogy ezt a verset egy kicsit a helyére rakja, mert például a legnagyobb magyar irodalom történész, aki Petőfiről könyvet írt, ez Horváth János, Petőfi Sándor című kötete. Most megnéztük a könyvtárban, megvan ez a kötet. Kérem Önöket, hogyha az egyetlen Petőfiről szóló számba vehető könyvet el akarják olvasni, mert 200 év alatt egy könyv jelent meg Petőfiről, mint költőről, ami komolyan vehető. Ezt vegyék ki és olvassák el. 1922-ben jelent meg a 100. évfordulóra. Se azelőtt, se azután mi Petőfiről nem tudunk érvényes dolgot mondani. Félünk Petőfitől, nem foglalkozunk Petőfivel, a tudomány se foglalkozik. Én irodalomtörténész vagyok, a Magyar Tudományos Akadémián 10 évig dolgoztam, 78-ban végeztem, 78-tól 89-ig ott dolgoztam, utána járom az országot, mint irodalomtörténész. Nem is vagyok Petőfi kutató, csak az elmúlt 5-6 évben álltam rá Petőfire, mert gondoltam, hogy ha jön az évforduló, megint mit fognak elhallgatni Petőfiről? Miről nem fognak beszélni? És akkor 5-6 évvel ezelőtt elkezdtem magamat beleolvasni a Petőfi szakirodalomba, irodalomba, és de természetesen mennél több Petőfit olvastam éjjel és nappal. És én, aki Petőfinek annyira rajongója nem voltam 20, meg 30, meg 40 éves koromban, így most 50-60 éves koromban Petőfinek a kutatója lettem, és nem tettem rossz lóra. Petőfi óriási költő. De nem csak azért óriási költő, mert tud verset írni, mert van eleje, közepe, vége a versnek, hanem azért is, mert ki tudja dolgozni az eszméket is. Tehát elindul abból, hogy mit csináltatok velünk? Állati szintre süllyesztettetek alá? Most visszaadhatnánk, de mégse. Rosszat ne tegyünk a rosszat elkövetővel szemben sem. Sőt, nyújtjuk a kezünket, miért? Hogy fogjunk össze arisztokraták és egyszerű emberek a hazánk érdekében. Erről szól a vers. De ha nem nyújtjátok a kezeteket, az Isten legyen kegyelmes hozzátok. Azért van bennem kis fenyegetés is a végén, de tulajdonképpen a vers egy gyönyörűséges ívet zár be, és hogy nagyon szeretném, hogyha Önök ezt végig gondolnák, tudják, hogy az európai irodalom mivel kezdődik? Az európai irodalom Homérosz Iliászával kezdődik, ugyanezt az ívet járja be. Ha Önök elkezdik olvasni az Iliászt, akkor találkoznak egy bosszúálló Achilleusszal, Achillésszel, akinek nem teljesítik az egyik kívánságát, ott hagyja a görög seregeket, akkor majd nélkülem meglátjátok, hogy semmire nem mentek. Ez egy frenetikus indulat, bosszú, ezzel kezdődik az Iliász. És az Iliász hol végződik? Én egy mondatban szerettem volna, hogy a tanítványaim elolvassák az Iliászt, és ha Önök hallgatnak rám, elolvassák az Iliászt, bármely hosszú, ezt a görög rapszódoszok fejből elénekelték a görög falvakban, ilyen 1000 versornyi mértékekben, több napig énekelték el, mert ezt egy olyan egy hét alatt lehet előadni körülbelül az Iliászt, fejbe megtanultak több 1008 vagy 10 000 versort. Mert az Iliász egy mondatban hogyan foglalható össze, hogy elindul az indulatoskodásból, mindannyiunkra jellemző, csak valaki így indulatoskodik más amúgy. Elindul az indulatoskodásból és megérkezik az irgalomig. Ez az igazi ember élet.
amikor az indulatunkat le tudjuk győzni, meg tudunk bocsátani, tudunk kezet nyújtani, és tudjuk felajánlani azt, hogy a jó cél érdekében fogjunk össze, hogy valaki gazdag, meg szegény, vagy férfi, vagy nő, vagy magyar, vagy sváb, vagy cigány, vagy zsidó, teljesen mindegy, fogjunk össze, hogy ahol élünk, ott szeretetben élünk. Hát ez egy óriási vers, nem? Miért mondták, hogy égesd el? Megijedtek bizonyos részeitől? Hát bizonyos részeket, ha kiveszek a versből, azok félelmetesek, de egy verset mindig egészben kell néznem, hát valahonnan elindul, valahová elérkezik. Tetszenek tudni, hogy az esztétikának két nagy alaptörvénye van. Aki bármi műhöz, itt ezekhez a festményekhez, zeneműhöz, irodalmi műhöz, között, két nagy törvényt soha ne felejtsen el. Az első esztétikai alapelv az, hogy az alkot nagy művet, aki a lehető legkevesebb eszközzel a lehető legtöbbet tudja kifejezni. Ez az esztétikai takarékosság elve. Hát ne cifrázzuk, ne mondjuk sokat, meg nagyot, a lehető legkevesebb eszközzel a lehető legnagyobbat fejezzük ki. A második alapelv, amiről előbb beszéltem, hogy az egésznél nem lehet nagyobb a rész. Tehát egy mű egésze kell, hogy a legnagyobb legyen. A részeket nem, nincs jogunk kiszakítani az egészből, és bizonyos részeket emelni fel, és azokra összpontosítani a figyelmet. Hát amikor Petőfivel el akarták égetetni a versét, és végül is elégette Petőfi, mert azt mondta, ha az én barátaimnak nem kell, hát akkor én nem erőltetem a barátaimra, ha a barátaimnak se kell, hát akkor a nemzet egészének még inkább nem kell. Majd írok én egy másik verset, hogy talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szóval. Írok egy olyan verset, amiben nem tudnak majd belekötni, se egészében, se részletében. Írok majd egy olyan verset, ami toborzó lesz, toborzó. A nemzeti dal az egy toborzó, az egy verbunkos toborzó. És az ismételt esküforma, meg a toborzó után, amikor összejönnek, akiket toboroztak, tehát akik hajlandók a hazát védeni, tehát a katonai sorba állnak a toborzás után, azokat fölesketik, hogy ti minden áron, még az életetek árán is a hazát védjétek meg. A nemzeti dalban Petőfi már sokkal kisebbre állította a mércét, toborozzuk az embereket, akartok jönni? Most rabok legyünk, vagy szabadok? Most ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok, tovább, nem leszünk. Ez egy nagyon egyszerű forma, egy verbunkos toborzóének, meg egy esküforma. Ebben nem fognak belekötni, igaza volt Petőfinek, ebben nem kötöttek bele. De számomra a nemzeti dalnál számomra nagyobb első dicsőséges nagyobb. Köbben az a helyzet, mint amikor azt mondjuk, hogy Kölcsey mikor írta a himnuszt? 1823. január 22-e, azóta ugye a Magyar Kultúra napja, és mit írt Kölcsey a himnusz után két hónappal? A himnusznál ötször nagyobb verset. Itt az írás, forgassátok, érett ésszel józanon, s benne föltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon, miképp széles e világon minden épül hitványságon. Tél és harmat, nyár és hó, mind csak hiába való. És ti bölcsek, mit hozzátok, ami volna szép s jeles, mámor birta koponyátok, Plátós, Arisztoteles, bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártyavár és légállítvány mindenféle tudomány. Ilyen hatalmas verset kevés költőjét, ez a Vanitatum Vanitas. Ahogy Kölcseynél is a himnusz után jön a Vanitatum Vanitas, ott fölfelé ívelő sorrendben, Petőfinél van egy óriási fölívelés, ez a dicsőséges nagyurak,
De ha ez a baráthaimnak se kell, hát akkor írok az egész nemzetnek egy toborzó nótát. Úgyis pár héttel ezelőtt temettük el a magyar verbúgnak a nagy személyiségét, akinek a sírjánál Petőfinek ez volt kedve mondani, hogy koldusbok és függetlenség. Koldusbok és függetlenség, kedves magyar zeneszerző, kedves magyar cigány prímás, mert őt is nagyon szerette Petőfi, úgy hívták, hogy Rosenthal Márkusz. De önök a magyar mai nevén ismerik, Rózsavölgyi Márk. Egy cigány, zsidó származású ember volt Balassagyarmatról, Baján csinálta meg a nagy szerencséjét, Pesten alig akarták befogadni zsidó is, cigány is. Hát ő írta a legnagyobb magyar verbunkos nótákat. 1848. január 29-én teljesen elhagyatva Koldus szegényen halt meg, és kérem, olvassák el a Rózsavölgyi halálára című Petőfi verset, Petőfinek egyik nagyon nagy verse, ez a Rózsavölgyi halálára, egyébként ott is verbunkos ritmust választ. Nagyon nagy vers. Ezért hát, ha nem kellett a dicsőséges nagyurak, vagyis a mágnásokhoz, hát akkor megírom a nemzeti dalt. De számomra az első nemzeti dal ez, ami nem kellett nekünk. Most legyenek kedvesek meghallgatni ezt egy mai színművész előadásában. 1994-ben Mácsai Pál egy budapesti arénában talán több 10 vagy 100 000 ember előtt mondta ezt a verset. Előre is fölhívom a figyelmüket, ha hazamennek, olvassák el a verset, mert annyira izgult a színész, hogy a 8. versszakot kihagyta. Hát ezért a 10 versszak, a 8. kihagyta. De amit elmond, az remek. Tehát ilyen jól még, és ma ez az interneten a legtöbbet meghallgatott magyar vers, 1,4 millió honfitársunk volt kíváncsi erre a versre, hogy meghallgassa. 1,4 millióan az elmúlt 21 néhány évben, második helyen áll Radnóti Miklósnak a Nem tudhatom című verse 1,3 millióval. Ha hazamennek otthon, és ugye van okos telefonjuk. Hát én nekem is van, néhány évvel ezelőtt a diákjaim megörvendeztettek és adtak nekem egy ilyen kis iPhone-omban. De máig nem tudok napirendre térni, hogy én ezen mi mindent meg tudok nézni. Például ez is, amit önöknek most kivetítem. Petőfi Sándor, dicsőséges nagyura. Dicsőséges nagy urak, hát? Hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit? A nyakatok? Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába! Rimánkodott a szegény néps hiába. Állatoknak tartottátok a népet? Hát, ha most, mint állat fizetti néktek, ha megroham, mint vadállat bennetek, s fogát, körmét, véretekkel festi meg, ki a síkra a kunyhókból milliomok? Kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok, az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállás órája, 1000 évig híztak rajtunk az urak, most rajtok a mi kutyáink hízzanak, vasvillára velük, aztán szemétre, ott egyék a kutyák őket ebédre.
hanem mégse. Atyafiak, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek ő náluk. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, s örömében minden ható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek, itt a kezünk. Nyújtsátok a kezetek. Legyünk szemei minnyájan egy láncnak. Szüksége van minnyájunkra a hazának. Nem érünk rá várakozni. Szaporán. Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek. Kedves hallgatók, ha elégette is Petőfi a verset, de híre ment. Az egykorú anekdota szerint, amikor Széchenyi István beállította a pozsonyi országgyűlés, ugye a felső táblán volt, mert ő gróf volt, akkor állítólag így lépett be a felsőházba, hogy dicsőséges nagyurak, hogy vagytok? Ha lehet, hogy ez legenda, mint ahogy az is legenda, hogy Petőfi fölállt a Nemzeti Múzeum mellvégére és elmondta a nemzeti dalt, de ezek azért jó legendák, mert sűrítve összefoglalják a lényeget. Vörös Marti, akire Petőfi mindig hallgatott, mert Vörös Marti volt, aki megmentette az életét, pénzt gyűjtött a számára, az első kötetét kiadta. Tetszem tudni, hogy egy pesti szabómesternek köszönhetjük, hogy most Petőfiről beszélgethetünk. Mert amikor Debrecenből gyalogszerrel elment Petőfi Pestre, hogy kiadja a kötetét, és az árvíz miatt nem mehetett Szolnok felé, csak Tokaj felé, így ment be Egerbe, és így ment Pestre, és mind a 6-7 könyvkiadó elutasította a kötetét. Petőfi, meg versek, kinek kell az. Szóval beállítottam Magyarország legnagyobb emberéhez, Vörös Marti Mihályhoz. Ő leültetett engem, elolvasta a verseimet. Addig már háromszor találkoztam vele, de egyszer úgy, mint Bönögei Kispál, egyszer úgy, mint Petrovics, hát annyira nem emlékezett rám Vörös Marti, de tudta, hogy nagy tehetség vagyok. És Vörös Marti azt mondta, hogy a nemzeti kör elé viszem ezt az ügyet, hogy kiadjuk. Este el is ment a nemzeti körbe Vörös Marti, azt mondja, hogy itt van ez a Petőfi, nagyon jó költő, adjuk ki a versét, de ahogy adjuk ki, vacsorázunk, eszünk, kiszunk, versek, nem kell az a magyar embernek vers. De Vörös Marti, de ez nagyon jó költő ez a Petőfi, de nem kell, nincs erre pénzünk. Ha most ezt a pillanatot élnénk, Petőfit mi nem ismernénk, ha ezzel záródna ez a történet. De akkor egy Tóth Gáspár nevű magyar szabómester a nemzeti kör vacsorai asztala körül fölállt, és azt mondta, hát Vörös Marti a nemzetünk legnagyobb költője, és ő azt mondja, hogy itt egy nagy tehetség van, és nem akarjátok kiadni a versét, akkor én a szabómester adok pénzt, majd adjátok vissza, mert biztos eladják a verseit, ha jó versek. Én meghitelezem a Petőfinek a kiadását, és Petőfi két nap múlva pénzt is látott, még egy hónapja éhezett, fázott Debrecenben, most meg haza tudott menni, és a kis szobába toppannék, s röpült felé anyám. Ezért tudott hazamenni. A füstbementervet ezért tudta megírni. Másfél éve már nem látta a szüleit, olyan szegény volt. Szoktam mondani, hogy Petőfinek az élete csak két problémája volt. Állandóan fázott és éhezett. Hogy ne sokat beszéljünk mi mai magyarok. Petőfi elképesztő szegénységben olyan életművet hozott létre,
hogy az ember belelútbőrzik a háta, hogy ez hogy lehetséges. Na de ezért írtam a sorozat harmadik köteteként, hogy valaki szintén azt mondta magáról, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hová a fejét lehajtania, és ő meg a világ legnagyobb életművét hozta létre. De hogy ővel sem törődnek, hát Petőfivel se törődünk. Hol beszéltem erről a versről, voltól meggyanúsítottak, hogy ez nem is Petőfi vers. Hát de mondom, hogy a Mátsai nem tőlem kapta a verset. Amikor beszélek Petőfinek a Világosságot című verséről, még Bánfi Györggyel, akivel együtt léptünk fel a Jogi Egyetemen, ő mondta a verseket, én mondtam az előadást, azt mondja, te ez a vers, ez nem Petőfi verse, ez, mondom, menjél haza, Gyurikám, aztán olvasd, de hát nem én találtam ki, már hidd el. Miért nem ismerjük Petőfit? Én két okot találtam erre. Az egyik ok, hogy erős volt a cenzúra, és erős volt az ellentámadás. Petőfinek ez a verse, tetszem tudni, mióta ismeretes? 1870-ben valaki beküldte Jókainak a Hont című folyóirat, hogy lenne ez a Petőfi vers. Petőfi ez? Megtaláltam a kéziratát. És Jókai lelkendezett, és 1870-ben 22 évvel a megírása után közölte. Az apostol, ami Petőfinek a legnagyobb szabású műve, 3400 versor volt eredetiben, aztán kiment Zugligetbe, meghúzta ott egy kirándulás során, tisztázta le a verset, tehát 2921 sor, így is kétszer akkora, mint a János Vitéz. Tetszek tudni, hogy az apostolt mióta ismerjük? 1874-ben tehették először közzé, a kiegyezés után 7 évvel. Mert a kiegyezésig, aki Petőfiről beszélt, az vakat alá került. Petőfi befogadását nagyban késleltette, hogy nem is ismertük a műveit. Hát Petőfi 7 év alatt megírt 864 verset, és a legnagyobb verseket, mint például az apostol, a dicsőséges nagyurak, és tetszik tudni, hogy Petőfinek a pályafordulatát melyik vers képezi 1846. május 22-éről? A levél Váradi Antalhoz. És honnan tudjuk, hogy pontosan akkor írta? Úgy, hogy a legjobb barátja volt Váradi Antal Petőfinek, érdemes megjegyezni, hogy egy Szabolcs Szatmár nevű ügyvéd volt, aki Petőfinek ingyen vagy kevés pénzért adott albérletet, különös körülmények között találkozott Petőfivel, és Jókai azt mondja, hogy Petőfinek sok barátja volt, és sok jó barátja is volt, de egy jó barátjával soha nem veszett össze. Pedig Petőfi azért indulatos volt, tehát várható tőle, a Jókaival összeveszett, és örök harag lett abból, hogy Jókai kit vett el feleségül, Váradi Antallal soha nem veszett össze Petőfi. És Váradi Antalnak írta az egyik legnagyobb versét, amit szintén csak évtizedekkel később ismerhetünk meg. Miért? Miért tudjuk, hogy 1846. május 22-én írta, és Dömösön adta postára? Azért tudjuk, mert akkor a Magyar Posta bizonyos emberek leveleit felbontotta. Átadta a cenzúrának, a cenzúra átadta a bécsi levéltárnak, úgyhogy Bécsben a Staatsarchívban máig is ott van Petőfinek a levél Váradi Antalhoz című verse, amelyben először hirdeti meg azt, amit itt kimond, hogy ki a síkra a kunyhókból milliomok, kaszát, kapát ragadjatok, hát ezer évig hisztak rajtunk az urak. Ezeket a verseket soha nem ismerték Petőfitől. Az iskolai oktatásba soha nem tették bele. Az én édesanyám 1917-ben született. Petőfitől ismerte az anyám tyúkját. A füstbe ment el. A családunkban volt Petőfi kötet, de senki nem biztatott arra, hogy olvassuk. Apukám mindig azt mondta, hogy Petőfi Sándor gatyába táncol,
ennyi elég, a költők azok mind bolondok, nagyot mondok, szerelmesek, hol ebben, hol abban, dehogy foglalkozzál velük, fiam. Szóval Petőfit mind a mai napig, bár a legtöbb magyar család könyvesportszám, ott van egy Petőfi összkiadás, de nagyon kevesen olvasták el. Mit akart ez a szerencsétlen Petőfi? Micsoda sorokat írt le? Az emberi élet milyen kérdéseiről vizsgálódott? Délután is mondtam a gyerekeknek, hogy hát ha Petőfinek van 300 dala, és mind a mai napig dalköltőnek mondjuk, holott ez pedig csak a harmada az életművének, akkor tisztelettel megkérdezem, a kétharmada micsoda? Az egyharmada dal. Csodálatos dalai vannak, önök is tudják, hogy el tudnák most énekelni, csak nem akarom itt a gyöngyösieket, mint a YouTube-on megnézhetik, hogy a Kiskun Féletházi előadáson megénekeltettem a hallgatóságot, hogy Kislak áll a Nagy Duna MT-ben. Hát a magyar emberek azt tudják szöveggel is, meg dallammal is, nem? Ugye? Kislak áll a Nagy Duna MT-ben. Ugye? Remélem, hogy ezt talán el tudják énekelni. Mondtam a félegyháziaknak, hogy hát félegyházán írta a másik versét, hogy itt születtem én ezen a tájon, az alvöldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával vont tele. Most is hallom a dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Na akkor önök félegyháziak. Próbálják a Kislak áll a Nagy Duna mentében dalamára? Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával von tele. Csodálatosak a Petőfi versek, mert tetszenek tudni a vers, a költészet, 4000 évvel ezelőtt az volt, amit énekelni is lehetett. Balassi még úgy írta a verseit, hogy ad notam, ennek a dallamára. Az az igazi vers, amely logikailag, az az értelmednek is mond valamit, de szárnyal, mint a dal, mint az ének, mint a madárdal, és mellesleg még zeneszerszámmal is lehet kísérni. Hát az első ilyen nagy iratgyűjteményt nem véletlenül nevezték Mizmornak. Mizmornak 3500 évvel ezelőtt, aztán később a görögök azt mondták, hogy Szálmusz, Szaltérium, 150 zsoltár, mindegyik zsoltárt elő lehetett adni, tehát szavalni, énekelni, és hangszerekkel, legfőképpen hárfával kísérni. Petőfi azért ment be a magyar nép tudatába olyan gyorsan, mert csodálatos dalai voltak. 52 Petőfi dal rögtön átment a, azt hitték, hogy az népköltészet, mert annyira magáénak érezte a magyar nép. Na de mi a kétharmad rész, ha a dal csak az egyharmad? Ezért nem ismerjük Petőfit. Mert ismerjük azt, hogy befordultam a konyhára, rányújtottam a konyhára, kislakállal, hogy tudom, csak ezeket ismerjük, vagy hát néhány sort tudunk idézni, mondjuk szerényebben. Na de mi a kétharmad rész? Petőfi költészetének kétharmad része gondolati költemény. Episztola, költői levél, lét kereső, lét összegző költemény, mint a türelemről, mint az őrült, mint az egy gondolat bánt engemet, mint a világosságot, mint a levél Váradi Antalhoz, mint a Szemere Pálhoz, mint a Jókai Móriczhoz, mint a Telki Sándorhoz. Hát ezeket ki ismeri? Hát itt van az igazi Petőfi. Bánfi Györgynek is idéztem akkor, de önöknek is hadd idézzek 12 sort Petőfitől, csak 12 sort a Bölcselkedés és Bölcsesség című verséből, amely 12 sornál én tökéletesebbet a világirodalomban nem találtam. Tudnék, hogy mik az emberiség legnagyobb kérdései, ma is.
4000 éve, 2000 éve, 500, ma is, meg holnap után is ezek a legnagyobb kérdések, amit Petőfi csodálatos egyszerűséggel, hasonlatokkal, mindenki számára érthetően, de mégis megrendítő mélységgel, hallgassák csak, ez is Petőfi, teremtve van-e a világ? Vagy örök idők óta áll? S fog-e örökké állani? Vagy egykor a semmiség beszáll? Megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd? Vagy a történet gája, mit a véletlen fuval ma majd? Egy-e a lélek és a test? Honnan jövénk? Hová megyünk? Elalszik-e a sírba? Vagy új lángra lobban életünk? Hallották már például ezt a 12 sort? Én január 1-jével a YouTube-on elkezdtem egy sorozatot, minden nap egy Petőfi verset felolvasok, vagy elmondom, az aznap írottak, mert sok versenyt tudjuk, hogy melyik nap írta. És nagyon rövid magyarázattal látom el. Ma is, ma hányadikon, április 12-én, ha ma fölmennek, minden este fölteszek egy verset. Elmondom és röviden magyarázom, eddig 100 versről beszéltem, de 365 nap van ebben az évben, 365 verset fogok föltenni. Mert nekem, mint irodalomtörténésznek borzalmas dolog azt látni, hogy olyan óriási költőink voltak, olyan mindenki számára érthető nyelven, mélységesen gondolkozni tanítottak, szépre, jóra, igazra tanítottak. A magyarok azt mondják, hogy mit vélek Petőfi? Én nagyon szeretem a kinti magyarokat, leginkább a vajdaságiakat, ők vannak a legnehezebb helyzetben, nem az erdélyek, nem a szlovákiak. És múltkor kimentem, még a Covid előtt a vajdaságba, nem is Petőfiről beszéltem, de hogy közben az előadás közben eszembe jutott, a vigasztalásról beszéltem, hogy milyen nagy dolog az életben a vigasztalás. És mondom, ismerik önök Petőfi két sorát az apostolból, hogy mit mond a vigasztalásra? Ugye Szilveszter, az apostol főhőse börtönbe került, 10 évig börtönbe van, és a 10. évében a börtön rács mögött megjelenik egy kis madár, és elkezd a madárral beszélgetni, és hogy milyen vigasztalás számára a madárnak a oda röpülése, és Petőfi azt írja, a megvigasztalt fájdalom talán még édesebb, mint maga az öröm. A megvigasztalt fájdalom talán még édesebb, mint maga az öröm. Láttam ott a vajdasági emberek, egy faluban voltam, úgy kinyílt az arcuk, hogy mi, micsoda. Legalább 5-ször elismételtem az előadás során, igen, mondom, kérem, Petőfi Sándor nem csak azt írta, hogy talpra magyar hiahaza, azt is írta, hogy a megvigasztalt fájdalom talán még édesebb, mint maga az öröm. 2 hét múlva megint mentem, nem abba a faluba, egy szomszédos faluba, egy egész más előadásra. Bemegyek az előadóterembe, mint itt is, és 2 oldalt a bejáratnál sorfalat állnak nekem az előző falu 2 héttel azelőtti hallgatói, és a tanárul ne menjen még be, álljon meg egy pillanatra. És az a 20-30 ember kórusban mondta, a megvigasztalt fájdalom talán még édesebb, mint maga az öröm. Köszönjük, hogy elhozta nekünk Petőfi Sándor 2 sorát. Köszönjük, hogy reményt ad az élethez. Köszönjük, hogy vigasztalás, hogy szeretet, békesség töltheti el a szívünket, mert ez minden beszédnek a lényege. Hogy az embereket tudjuk-e egy megfelelő irányba terelni a tekintetüket, és tudunk ebben az űrzavaros világban valami igazi békét, és nem olcsó vigasztalást, valódi vigasztalást adni, ahogy valaki minden nap nekünk is ad vigasztalást.
ad reményt az újrakezdéshez, ad erőt, bátorságot, kitartást, állhatatosságot. Szóval Petőfi, ha önök végigolvassák Petőfit, az ilyen gyöngyszemek kezdenek kipörögni, mint a borsó hüvelyéből a kis borsó szemek. Úgy kezdenek kipörögni, és én a könyvemnek a hátoldalára, mert számolok azzal, hogy vannak, akik föl se nyitnak könyvet. Hát el is be kell rendezkedni egy írónak. Én föltettem Petőfi három arcképét. Petőfi 26 és fél évet élt, és 36 arcképet festettek róla. Ez is világritkaság. Van egy gyerekkori arcképe, akkor még jól ment a sora a családnak, még az édesapja jómódú mészáros volt, meg kocsmáros, stb. Aztán teszem tudni, hogy miért szegényedett el? Nem csak a Dunai árvíz miatt, hanem azért, mert megfizette az adót. Ellentétben azokkal szabadszálláson Kiskunfélegyházán, akik zugvágásokat rendeztek, és nem fizettek adót. És Petőfi apja tönkre ment abban, hogy ő fizetett adót. Ő becsülettel fizetett. Elmondták mindenféle durva embernek, meg nem tudom én minek, meg a fia is, hogy jaj, Petőfit ugye a feleségével együtt szabadszállásról vasvillával üzték el. Majdnem ott vette a fogát Petőfi, amikor az első szabadon választott Magyarország gülésbe, ő szabadszállásról jelöltette magát, tehát a református lelkész a fiát jelöltette, kiprédikálta Petőfit, ezért írja a Petőfi az apostolban, hogy ahol pap emel szót, az igazság szörnyet halott, az igazság megfeszítetik. Petőfi a színész. Hát miért volt katona Petőfi? Mert a középkorban is egy egyszerű ember ki akar törni a mély süllyedségből, vagy katonának ment, vagy papnak ment. Hát ez a 18.-19. századra úgy módosult, hogy vagy katonának ment, abba Petőfi fuga beletört, mert másfél év után leszerelték, meg tifusz, meg kolera, meg mit tudom én, meg gyenge testalkató volt. Tehát 160 centi volt, 50 kiló, farkasfog, ilyen orrhangon beszélt, nem volt egy kellemes jelenség, katonának végképp nem volt való. Másfél év után azt mondták, hogy gyerünk ki, ilyen emberre nincs szükség a hadseregben. Utána mi lehetett neki a választás? Hát színésznek áll. Tehát nem volt semmilyen. Értség meg, fázott és éhezett. Fázott és éhezett. Volt, amikor körmölt, mert szép írása volt ott Kecskeméten a kisiskolában egy sváb ember nagyon szépen megtanította írni, még bajza is pénzt fizetett neki, mert olyan szép írása volt. Na de hát a színészet, meg Petőfi szeretett szerepelni önképzőkörökön is előadott dolgokat, beöltözött jelmezbe már pápán, másik. Na de amikor látta, hogy Egressy Gábor milyen színész, akkor azt mondta, mit is mondtam magamnak a szódon? Aut Cézár, aut Nél, vagy császár leszek, vagy senki. Hát már Egressy mellett a labdába nem rúghatok, hát akkor ott hagyta a színészetet. A harmadik kép pedig Petőfi, mint Orlai Tárgyit Somának másod unokatese, az ő festette róla. Ezt a három festményt kitettem a könyvem elejére, és a könyvem végére idézeteket tettem, és I.S. Gyulának egy nevezetes 1936-os, a könyvét így fejezte be Petőfiről I.S. Gyula, Petőfi kínos örökség. Az volt a Horthy rendszerben, az volt a Rákosi rendszerben, az volt a Kádár rendszerben, és bármilyen rendszer jön Magyarországon, amely nem becsüli az igazságot, az igazságosságot, és nem becsüli azt, hogy nem gazdagokat kell gyártani és mágnásokat, hanem mindenkinek egyenlőképpen úgy, hogy Petőfi mondta, hogy a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, amikor a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Én ide idézeteket tettem, és engedjék meg, hogy a mai két vers felidézését a számomra legfontosabb idézetekkel zárjam. Egyben kérleljem önöket, hogy ezeket az egymondatokat, ha lehet, ne felejtsék el. Számomra az egyik legnagyobb Petőfi versor ez, egy ember szól,
de milliók nevében. Ezt nem sok ember mondhat fel, nem is ismerek költőt, aki ilyet leírt volna. Mert Petőfi leírhatta, hogy én egy ember vagyok, de amit én megszólaltatok, az olyan igazság, mert én nem a vallás igazságait szólaltatom meg, hanem a keresztény vallást is mi táplálja. Jézus is mit mondott a hegyi beszédben, hogy mi a legfőbb törvény ezen a világon? A lelkiismeret törvénye. Hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és ez a proféták. Petőfi ezért mondja ki azt, hogy egy ember szól, de milliók nevében, mert biztos volt abban, hogy ő igazságot fejez ki. Még akkor is, hogyha az emberek fejüket csóválják, vagy elégettetik vele a papit. A második idézet. Én magammal akarok békében élni, nem a világgal. Én magammal akarok békében élni, nem a világgal. Ezt a Vörös Martival való tengeváltás közben írtam, mert Vörös Marti bejutott a nemzetgyűlésbe, Petőfi nem, de Vörös Marti egy olyan szavazatot adott le egy bizonyos ügyben, hogy Petőfinek fölforrt a vére, és megírta a Vörös Martiot című nagy versét, aminek ez a refrénje: nem én téptem le homlokodról, magad tépted, de a babért. És akkor egy ilyen irodalmi, prózai tengeváltás követett, és abban írja Petőfi: én nem magammal akarok békében élni. Én magammal akarok békében élni, nem a világgal. A világgal bármely küzdelmet vállalok, de a lelkiismeretemet nem fogom meghazudtolni. A fölismert igazságaimat nem fogom odahajítani, se pénzért. Tudják önök, hogy Petőfit hányszor akarták megvesztegetni március 15-e után? Vitték az arany, súlyosabbnál súlyosabb aranyzacskókat, hogy járja ki, hogy itt lehessek, ott lehessek, a minisztériumban bekerült. Petőfi úgy kidobta őket a Dohány utcai albérletéből, hogy csak úgy nyekkentek. Ő megvesztegethetetlen volt. Nem akarom felolvasni, csak az utolsót olvasom fel, amit már önök is tudnak. A megvigasztalt fájdalom talán még édesebb, mint maga az öröm. Nagyon nagy kincset kaptunk mi Petőfi Sándorral. Az életművével, ezzel 7 év alatt megszületett életművével még nagyobb kincset. Mi rajtunk áll, hogy ezzel élünk, vagy nem élünk. Én azt kívánom önöknek, hogy vegyék le a Petőfi köteteket, fújják le róla a port. Biztos vagyok, hogy az általában porosak. És ha valaki elfogadja, mert látom, hogy a kedves úr jegyzetel, mondom néhány Petőfi verset, hogy először olvassák el a Fölszedtem sátorfát. Fölszedtem sátorfám. Olvassák el ezt a versét. Biztos soha nem hallottak róla. Olvassák el. Fölszedtem sátorfám. Második vers. Első eskü. Első eskü. Harmadik vers. Az ítélet. Ha most időszerű Petőfi verset kellene megszólaltatnom, kár, hogy lent nem ezt mondtam el. Engedjék meg, hogy csak az elejét intonáljam. A történeteket lapozám, és a végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, mely ködbe vesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig, és azt ne higgyétek, hogy a megerett árnak vége van már. Vértengerbe szakad a vér hosszú folyója, rettenetes napokat látok közeledni, mint ami nőket nem látott még a világ. És a mostani béke, ez csak a ma sírcsend, mely a földrendítő mennydörgés szokta előzni. Látom fátyolodat, te sötét, mély titkú jövendő. És a többit legyenek kedvesek elolvasni. Az ítélet. Világosságot.
a tűz egy gondolat bánt engemet, mellette a másik versnél melapozzák át karácsonykor. Karácsonykor. Minek nevezzelek? És a legutolsó verse már a címével is megdöbbent. Szörnyű idő. Szörnyű idő. Kicsit súlyos voltam, de ennyi elég, ugye? Megszolgáltam a meghívást. Tudnék még többet is, csak nem akarom, hogy sokan letaglózva menjenek, bár ez a célom. Hogy taglózódjunk le, vegyük elő Petőfit, tanuljunk ettől a 26 és fél éves embertől, mert szerintem olyan 80 éves bölcsességi fokon zárta le az életet, és én azt kívánom önöknek, hogy talán az, hogy vannak nagy költők, az is egy igazság, de még nagyobb igazság, hogy nagy művek vannak. Én nem költőket akarok ajnározni, de amikor én a Világosságot című verset a 40 éves koromban elolvastam, mert addig nem sok mindenbe vettem, csak úgy átszaladtam Petőfin, hát amikor a Világosságot ott elolvastam, azt mondtam, hogy ez a magyar Hamlet monológ, és egy kicsit több, mint az eredeti. Ezt ajánlom leginkább, hogy a Világosságot felkiáltó jele, eredeti címe az lett volna, hogy az emberi sors. Az emberi sors. Pesten írta 1847 márciusában. Petőfi 864 verset írt, a két legnagyobb éve az 1847 és 48 volt, 47-ben jutott a csúcsra. Érdemes megjegyezni a dátumot, mert pontosan egy évvel március 15-e előtt, 1847. március 15-én adták ki a körülbelül 500 költeményét magába segítő összes költemények című kötetét. Ez az egész országban Vörös Marti elé állította, és ezt Vörös Marti el is ismerte. Petőfit túlélte Vörös Marti, és ha Petőfi sokat tanult Vörös Martitól, Vörös Marti nagyságát mi sem mutatja jobban, hogy aztán ő is tanult Petőfitől, mert Petőfi nélkül nem írhatta volna meg se az előszót, se a Véncigányt, de a következő verset sem, amellyel most már tényleg zárom mondandómat, vita van a magyar irodalom történészek közül, én azt vallom, hogy Vörös Marti ezt Petőfi halálára írta. Arany János 14 verset írt Petőfi halálára. 14 vers. Legjobb barátja van. Tehát önök is ismernek néhány sort, hogy behantozatlan áll hamvai fölött a hely. Hol merre nyugszik ő, nem mutatja semmik ő, nem mondja semmi jel, s hazám leányai közt nincs egy Antigonéki sírját fölkeresve, hantott föléjenyesve virággal hintené, de nyugszik immár csöndes rög alatt, és nem bántja többé az egy gondolat, mely annyit érze, hamvad a kebel, nyugalmát semmi nem riasztja fel. És ebben a versében írja Arany János, hogy a könny nem éget már, de ragyog, nem törlöm le, de higgadt vagyok. Élete végéig nem tudta letörölni Arany János azt a könnyet, hogy elveszítette Petőfit. És tudják, hogy Arany János mibe halt bele? Hogy a Petőfi szobor, 1882-ben állíthatták az első Petőfi szobrot Pesten, az avatásra ki akart menni Arany János. 1882, ilyen hideg, szeles, nem tavasza, ősze volt. Kiment a Dunapartra, új mellényt, öltött, varratott magának, ilyen nem is tudom, ilyen lilás, ami nagyon különleges, hogy ő Petőfi szobrának az avatására kimegy, és déli 12 óra volt a szemközti budai Dunaparton, épp a toronyóra elütötte a 12-t, szegény Arany János kigombolkozott,
hogy megnézze, mert ő neki zsebórája volt. Ez volt az ő mániája, hogy mindig a zsebóráját nézte. Így is halt meg Arany. Aztán ágynak esett, meg megcsapta a szél, tüdőgyulladást kapott, és Arany Jánosnak ismerjük az utolsó szavait. Fia Arany László volt mellett a Tudományos Akadémia épületében, akkor is déli 12 volt, mennyi kivette a... Aztán hány óra van? De mindegy. És Arany János meghalt. 14 versben gyászolta meg Petőfit. De most hallgassák meg, hogy Vörös Matti hogy gyászolta meg. Szerintem, ezt nem fogadják el irodalom történészek, egy kicsit a pálya szélén baktatok, én nem tartozom a mainstreambe. A fő sodratban nem tartozom. Miért hagytál egyedül testvér? E puszta világban, hol megdermed a szív, s végre kifárad az ész. Nélküled én most két életnek hordom igáját. Gyászodom a tiédet, lelkemen a magamét. Tömör epigrammal, miért hagytál egyedül testvér e puszta világban, hol megdermed a szív, s végre kifárad az ész. Nélküled én most két életnek hordom igáját, gyászodom a tiédet, lelkemen a magamét.